Idén ünnepli fennállásának 100. évfordulóját a Védőnői Szolgálat. A jeles esemény felhívja a figyelmet arra, hogy milyen fontos feladatot látnak el a védőnők a kismamák és a kisbabák életében. Timár Judit a 80-as évektől Őrmezőn dolgozik. Védőnői feladatai ellátása mellett számos fiatal terelt a pályára. Munkája elismeréseként Batthyány Stratman díjjal jutalmazták. Bakosné Nagy Piroska szintén elismerő oklevelet kapott az Emberi Erőforrások Minisztériumától eredményes példamutató szakmai tevékenységéért. Műsorunkban a két díjazottal beszélünk a szakmáról, a múltról és persze a jelenről. Én azt hiszem, a gyerekeknek a nevelése, a gyerekeknek a szeretése az mindig, az nem változott, az nem változhat. A család az egy szent dolog, az sem változhat. Tehát itt inkább az én dolgom az volt, hogy a szülőket segítsem abba, hogy a gyerekeiket minél könnyebben tudják nevelni, minél sikeresebb emberek legyenek belőlük. És most jó azt látnom, hogy azok, akiknél 66-ba kezdtem, ha nem is a 66-ot mondanám, mert az nem itt volt Budapesten, hanem 82-től már olyan gyerekeket látok el, akiknek az anyukájukat még én néztem meg újszülöttnek. Úgyhogy, és látom azt, hogy a szeretet az ott van a családban, a gondoskodás az ott van. Az biztos, hogy a táplálásban mindig vannak időszakok, és táplálunk így, úgy, amúgy, sok táplálási ilyen, hogy mondják ezt, ilyen módszerem mentem keresztül, de azért mindig visszatérünk valami régebbire. Úgyhogy ebbe én kevésbé tudnék, hát hogy mondjam, különbséget tenni a kezdettől. Persze az igények, a mostani viszonyok mások, mint 50 évvel ezelőtt, ez biztos. Hát akár abba, hogy az emberek többet szeretnének a gyerekeiknek is, nem mintha akkor nem akarták volna megadni, csak akkor örültek, hogy élnek. Most ugye a fiatal ember az azon kívül, hogy családot alapít, a karrierjét is szeretné hát biztosítani, vagy hogy hát hogyha abba is sikeres lenne. És ebbe azért segítséget kell adni, mert ez nem egyszerű dolog, hogy mindegyiknek megfeleljen. Judit szerint sok esetben a múlthoz fordulnak vissza megoldásért. Például, amikor megszületik egy kisbaba, hogy az anyukát abban megerősíteni, hogy a legfontosabb az, hogy és a legszorosabb anyai gyermek kötelék a szoptatás, és hogy ez mennyire fontos, és ez mennyire hat ki az ő későbbi életére. Ez az, amiben az ember segíti, és elmondhatom, hogy az anyukáimnak a nagyon nagy része sokáig szoptat. Ez azt jelenti, hogy egy éves korig, nagyon sok fél éves korig csak anyatejjel táplálja a babát, és aztán úgy később is. De akkor azért arról szoktam beszélni, hogy az anyai szeretet az már máshogy is megnyilvánulhat, nem csupán a szoptatással. Talán ez egy fontos kötelék. Meg az, hogy a kis baba biztonságba érezze mindig magát. Tehát a szülő ne hagyja magára, ne csapja be, menjen oda hozzá, ha sír, dédelgesse, ölelgesse meg, hogy érezze az a picike, hogy ott vannak körülötte. Az a gyerek, aki érzi, hogy a szülő a közelében van, az később nyugodtan játszik, úgy is, hogyha a szülőnek dolga van, és el kell menni, és másra bízzák. A rémhírekkel ellentétben ma is elsősorban házasságból születnek a gyermekek. A fiatalok házasságot kötnek leginkább, és abba vállalják a gyermekeket. Én azért, szóval ez mindenkinek azért magánügye, hogyan oldja meg, hogyan csinálja, de én azért ezt szoktam mondani, hogy a család az a mi társadalmunknak az alapja, és ez egy nagyon fontos dolog, ahol nem lehet egy rossz szó miatt kilépni, elmenni, és azt mondani, hogy szia, voltam, hanem itt felelősséget kell az embereknek adott szóval vállalni, és ez nagyon fontos. Na most van, aki ettől fél. Én nagyon szerencsés területet látok most el,
Nem mondhatnám, hogy sok lenne. Van, persze, hogy van, ahol az apuka, ahol az anyuka megy el, és akkor ugye ott marad a kisgyerek, de azért én nem panaszkodhatom arról, hogy ez lenne a jellemzője az én családjaimnak. Piroska szintén nagy szakmai múlttal rendelkezik. 40 évvel ezelőtt kezdtem dolgozni, akkor még egy kis faluban, Halásztelken, és hát általában azért akkoriban egy védőnőnek nem volt olyan egyszerű dolga, mint most. Biciklivel jártunk, nagyon nehéz körülmények között, sok olyan rész is volt, ahova a tömegközlekedés nem is ment ki. Nagyon sokszor a szántóföldön keresztül lehetett megközelíteni a gondozottakat. Tehát ez volt a pályám eleje. Nyilván ez az időszak, ami nagyon megmarad ugye az emberben, mert hát mikor az ember kezd, akkor maximalista szeretne lenni, jobb esetben ez megmarad a következő 40 évre is. Én úgy gondolom, hogy én mindig a gondozottakhoz mindig úgy próbáltam viszonyulni, hogy az ő problémáik és az ő félelmeik legyenek az előtérben, és ezeknek a feloldásában tudjak segíteni. A szakmai részét azt nyilván a protokoll írta mindig elő, de ehhez hozzá kell tenni az embernek a saját egyéniségét is, és igazából akkor lehet jó kapcsolatot kialakítani az emberekkel, hogyha nem csak a szakmai részét nézzük, hanem mindig azt az adott embert, azt az adott családot, az ő problémáját. Itt ebben a kerületben én 2009-től dolgozom, ugye nyilván sokkal jobb körülmények között, mint annak idején Halásztelken. Szintén itt is szükség van az empátiára, szükség van arra, hogy az ember úgy kezelje a gondozottakat, hogy ők bizalommal legyenek irántam, és akkor valóban tudunk segíteni. Az elmúlt 100 év során rengeteg nézet váltotta egymást, mind a várandóság, mind a szülés, mind pedig a korai nevelés tekintetében. Piroska pályája kezdetén is más irányelvek voltak a mérvadóak. Akkor például az édesanyák szülés után nem is láthatták a babájukat, jóformán csak arra 10-15 percre kapták meg a kórházban, amikor szoptattak. Én magam is emlékszem, hogy a 78-ban született lányomat úgy vittem haza, hogy semmit nem láttam, csak a kis fejét, és a pólyában nyúlkáltunk be, hogy próbáltuk a lábacskáját egyáltalán megfogni. Ma már kiemelt jelentősége van annak, hogy szülés után rögtön közvetlen kontaktus legyen a gyermek és az édesanya, sőt, hogy utána már az édesapák is benn vannak a szülésnél, ezért az édesapának is van alkalma magához ölelni az újszülött gyermekét. És ez a továbbiakban is így van, tehát sokkal jobban érzelmi oldalra tolódott el az anya-gyermek kapcsolat, illetve hát ne hagyjuk ki az édesapákát, tehát a szülők és a újszülött kisbaba közötti kapcsolat, és sokkal nagyobb hangsúlyt fektetünk az érzelmi biztonságra. Valóban abban az időben ez egy kicsit ilyen poroszos módon ment, egy poroszos nevelés volt ugye az oktatásban is, és hát az egészségügyben is ez érvényesült, de hát ez bizonyított tény, hogy az egészséges lelki fejlődéshez mindenféleképpen egy stabil érzelmi háttérre van szükség. Az elmúlt évtizedek során sokszor változott a szemlélet a nevelés terén is. Egy valami azonban megmaradt. Nyilván stabilan az maradt meg, hogy a gyermekek egészséges körülmények között éljenek, nevelődjenek, és hogy az oltásaik, ami nagyon fontos, hogy mindenki megkapja időben a kötelező védőoltását. Ez 100 évvel ezelőtt is egy nagyon központi téma volt, és most is az. Ez biztos, hogy megmaradt az elmúlt 100 évben. Egy biztos, hogy most az édesanyák sokkal jobban felkészültek, azt kell mondanom, hogy időnként többet tudnak, mint a védőnő, viszont miután nagyon sok információ éri őket, ezért néha segíteni kell kiválogatni az információk közül azt, amit tényleg a gyerek hasznára tudnak utána felhasználni. Budapesten a gyermekorvosi ellátás is ugye sokkal jobb, mint mondjuk vidéken. Vidéken sajnos még nagyon sok helyen előfordul, hogy nincs is gyermekorvos, csak a házi orvos látja el ezeket a feladatokat. Tehát egy budapesti védőnőnek igazából valamilyen szinten könnyebb dolga van, mert a szülők sokkal tájékozottabbak és sokkal több helyről tudnak segítséget kapni. Viszont éppen emiatt az információ bőség miatt nagyon sokszor
bizonytalanok abban, hogy mégis kire hallgassanak, és úgy gondolom, hogy itt van a védőnőnek a feladata, hogyha jó kapcsolatot tud kiépíteni a családdal, akkor az anyuka megkérdezi a véleményét, és esetleg, ha szerencsénk van, hallgat is rá, remélhetőleg. Mi már ismerjük az anyukákat a terhesség ideje alatt is, akkor már nagyon sok mindent meg tudunk beszélni velük, de mindenki, mikor hazavisza az újszülött kisbabáját, teljesen mindegy, hogy kinek mi az iskolai végzettsége, 20 éves vagy 40 éves, azokban a pillanatokban mindenkire rászakad ez a hatalmas nagy felelősség, hogy innen kezdve rajtam áll, hogy a baba mindent maximálisan megkapjon, az ő fejlődése töretlen legyen. Általában a szülők nagy része ilyenkor azért egy kicsit megrémül, hogy ilyenkor nagy szükség van arra, hogy a védőnő segítsen ebben a helyzetben, mindent átbeszélünk, ha kell többször is, nyilván bármikor hívhatnak telefonon is, nagyon sokszor tényleg csak egy jó szóra van szükség, és feloldódik ez a félelem az édesanyákban. Hiába felkészültek, hiába jártak előtte szülésfelkészítésre, vagy gyermekápolási tanfolyamra, vagy bármilyen tudással vannak felfegyverkezve, abban a pillanatban, amikor azzal szembesülnek, hogy innen kezdve nekik kell megoldani minden problémát a kisbaba körül, akkor azért egy kicsit mindenki bizonytalanná válik, és ilyenkor jön a védőnő a képbe, és próbál segíteni, és újra-újra átbeszélgetjük, megnyugtatjuk az anyukát, dicsérjük, hogy mindent jól csinál, nagyon ügyes, szerencsére szép, egészséges gyerekek születnek a körzetben, tehát tényleg a pár nap múlva azért már tudják ennek, tehát tudnak örülni annak, hogy szép egészséges babájuk született. Az első napok félelme az mindenkinél ott van, tehát azt nem lehet kikerülni. A születési szám nőtt a kerületben, ám ezzel együtt az első gyermeket vállaló nők életkora is egyre jobban kitolódott. A életkor szerint egyre kijebb tolódik az első szüléseknek az ideje. 35 év körül szerintem a nagy átlag. Ez még pár évvel ezelőtt is 30 év körül volt, és igazából most már nagyon sokszor előfordul, hogy az első gyermeket vállaló édesanya 40 éves, amivel semmi probléma nincs, amennyiben egészséges, és nyilván itt már nagyon tudatosan készülnek az anyukák a terhességre és a szülésre, és megcsináltatnak minden lehető vizsgálatot, utána néznek mindennek, hogy lehet ezt úgy csinálni, hogy a babának a legjobb legyen. Viszont ők azok, akik amiért ennyi mindent tudnak, ugye sokkal bizonytalanabbak is lesznek. Tehát ugye az a tapasztalat, hogy régen 20 év körül szült egy édesanya, és a hájuk kovács módjára nevelte a gyermekét, mert természetesen nem, tehát ő akkor csak örült a kisbabájának. Most valószínűleg az információ áradat miatt sokkal több szorongó kismamával találkozunk. Iskolai végzettség szerint a kerületben ugye nagyon sok diplomás ember él, tehát én azt tudom mondani, hogy az én körzetemben gyakorlatilag általában egyetemi végzettségű szülők laknak. Nagyon sok családban ugye az első gyermeket várják, de hál' Istennek szaporodik azoknak a családoknak a száma is, ahol esetleg a negyedik vagy ötödik babát is vállalják.